Jó estét kívánok! Csabai Forgatag című magazinunkat látják. Mai adásunkban a 60 ezer fa Békés Csabán és a Folk and Roll közös megjelenéséről fogok beszélgetni Móricz Bencével, Ulbert Zoltánnal és Durai Balázzsal. Üdvözlöm Önöket, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönjük. Minek köszönhető az összefogás? Egyáltalán hogyan találtok egymásra? Kezdhetem én is, de valójában nyilván Bencének volt a alapötlete, de különben ez nagyon érdekes volt, valamikor kora ősz, vagy késő nyár volt ez? Talán nyár volt. És azzal, Bence azzal hívott fel, tulajdonképpen olyan dolgokat mondott telefonba, amiről meg mi beszélgettünk itt a 60 ezres fa közösségben már ott akkor hetek óta, mert mi is körülbelül, tehát nagyjából egy csíra az, amiből így kinőtt, és Bence felhívott, hogy mi lenne, hogyha, és mindjárt elmondott Bence pontosan, de hogyha ezt a kultúra és a néptánc hagyományőrzést, illetve a természetvédelmi ügyeket valahogy össze tudnánk hangolni. Nagyon jó esett. Hát az alapkoncepció az az volt, hogy, vagy nem is az volt, a jelenről beszéljek, hogy igazából mi kitaláltunk valamit, hogy hogyan hívhatnánk fel a figyelmet arra az emberek részére, hogy a természetvédelmi ugye fontos, hiszen ebben a környezetben, ebben az élő környezetben élünk, amit tulajdonképpen meg kéne tanulnunk újra tisztelni, és része lenni, nem pedig csak kihasználni, mindegy, hogy ezt most milyen értelembe vesszük. És ezzel kapcsolatban hívtam fel aztán a Balást, és akkor így alakul a közös munkánk. És ami az érdekesség ugye az az, hogy hát ők a szakma, mi pedig valamilyen szinten úgy mondom, gondolom, hogy ennek a gondolatnak a képviselői lehetünk. Aztán, hogy a gyakorlatban hogyan tudunk hozzájárulni, remélem, hogy ez is meg fog tudni valósulni. Közösen fogjátok képviselni egy jótékonysági gála esten februárban. Mit lehet erről tudni, erről az eseményről? Igen, regionálisan gondolkodunk, és nem csak mi, hanem a Balázsék és Zoliék is, és úgy gondoltuk, hogy ezt az egészet megpróbálhatnánk kiterjeszteni Békés megyére, minimum, és éppen ezért a néptáncosok kapcsán Békés megyei együtteseket szólítottunk meg, hogy legyen szó Békés Csabáról, Gyomáról, Orosházáról, Szarvasról, Gyuláról, akár Elekről, vagy éppen határon túli településről, Zerindről, és éppen ezért ezeket az együtteseket szeretném majd a továbbiakban felkérni arra, hogy ahogy mi Folk and Roll próbálnánk képviselni, ők is próbálják meg saját településeken képviselni ezt a gondolatot, és a Zoliéknak a mintájára pedig segítsenek keresni szakembereket, akik helyileg tudnak dolgozni. Milyen részt vállal ebben a 60 ezer fa egyesület? Hát magában a műsorban semmit. Mi nézői leszünk, de lesz egyébként egy ilyen párperces beszélgetés, tehát ezt teljesen a profikra hagyjuk, magának a műsornak a kivitelezését, és a Folk and Roll-on kívül egyébként tényleg az a rengeteg egyéb táncegyüttes, meg lesznek még csabai, meg más településekről zenészek, színészek, akiknek eleve nagyon szépen köszönjük. Mi inkább abban veszünk részt, hogy tényleg ezt a hálózatot így valahogy megpróbáljuk elkezdeni kialakítani. Már elkezdtük egyébként, lesz egy dűlőmenti fásítás projektünk, amiben Békés Csabán kívül még két másik település részt vesz, Kamut meg Mezőberény, de jelentkeztek Orosházáról, vannak kapcsolataink Gyomándrőt fele, és hát örülünk, hogyha ez a település hálózat, ez gyarapodni fog. Mi nagyon szívesen segítünk mindenkinek. Hogyha mással nem, azzal, hogy tényleg eddig mi hol tartottunk, mit tudtunk letenni az asztalra, mi az, amit csináltunk, hogy fogjanak neki ebben mindenféleképpen. 60 ezer fa Békés Csabán a cél. Mennyi valósult meg eddig? Hát ez ennél már, attól függ, hogy nézzük, de ennél már több egyébként. Most nézegetjük a makkokat, amiket vetettünk már, itt-ott szépen csíráznak, még hogyha kisebb újtak a földből, de lesz ilyen kis magoncból olyan 200 ezer darab. Tehát ezen már túl vagyunk, illetve ami konkrétan csemeteültetés, az több mint 1200 darab. Ezt meg fogjuk még fejelni, a várostól kaptunk lehetőséget, konkrétan 74 darab
további fára, helyet, ahova mi ültethetünk, meg vannak az előírások is, hogy pont milyeneket, pont hova. Tehát ez is menni fog, maga ez a csemetéről történő ültetés, de az erdősítést is tovább folytatjuk. Ott nem is szeretnék most már lassan darabszámról beszélni, inkább hektárokról érdemes, mert az, hogy egy hektárra elültetünk, mit tudom én, x 10 000 magoncot, az ki is fog annyi kelni, és akkor lehet mondani, hogy tényleg ez mennyi fácska, és tényleg annyi. Ez 40-50 év múlva már máshogy fog kinézni. Nem is csak azok lesznek. Hát így van, ez egész erdő lesz, remélhetőleg minél teljesebb lombfedettséggel, sokkal több fajjal, mint amit oda elültettünk, tehát ezek inkább mi ökoszisztémákban gondolkodunk, és ezt szeretnénk összekötni. A Balázs, meg az itt nem levő kollégánk, a Pali, meg az erdész kollégánk, akik most egyébként pont ezeket a dűlőket járják ebben a pillanatban, ezeken a dűlőkön szeretnénk összekötni a településeket, illetve ezeket a kis mozaikszerűen kialakítandó erdő kéket. Geográfusként neked milyen szereped van a fásításban? Én arra törekszem, és azért lelkesedtem már nyár végén is, hogy Zoli meghívott egy ilyen kerekasztal beszélgetésre, többet magammal, hogy látszott, hogy egy gondolat csirából, tehát hogy őserdő, meg klímavédelem, mennyi mindenki tud tényleg nőni. És tudta hozni például a Pali a dűlős ötleteit, aki vadász és kint van a határban, ott tölti nagyon sok idejét. Ott volt a hobbi méhész, aki a méhelyről beszélt, és nagyon mély nyomokat hagyott az is bennünk, és sok olyan ember, aki nagyon hasonlóan gondolkodott ebben. És nekem is geográfusként is, de civilként is évek óta az a mániám, ha mondhatom ezt, hogy lehet itt a térségbe, a városba lokalpatriótaként ezt a zöld rendszert kialakítani. És ezért most már mondjuk, hogy nem csak őserdőről beszélünk, hanem dűlőkről, azok fásításáról, cserjék elültetéséről, illetve a városi fás zöld területekről. És akkor innen nagyon széles a spektrum, hogy és örülünk annak, hogy ezzel a erőfeszítéssel, ami csak azért láttam meg, mert nem is nagy erőfeszítés, mert mindenki lelkesen ebbe bele tud állni, valaki szinte hobbiszerűen űzi ezt, de nagyon sokan megtaláltuk egymást, és tényleg ez a felemelő élmény, amikor ilyen ráadásul eseményekben kulminálódnak ezek, mint például amiről beszélünk pénteken, hogy a közösséget tudja formálni. Tehát a civil közösséget, a lakosságot, az önkormányzatot, a hivatalokat, tehát erről hosszasan lehetne beszélni. Igen, és példamutató az, hogy talán egyre több egyesület és egyre több szervezet kiáll a jó ügy mellett. Ti az együttessel két ügy mellé is odaálltatok, a kultúra népszerűsítésért és a környezetvédelemért is. Miért pont ez a kettő, amit választottatok? Hát az első, ehhez értünk. Tehát tulajdonképpen ugye gyerekkorunk óta táncolunk, mindannyian tanítunk, ebből élünk, van muzsikus is közöttünk, tehát hogy tulajdonképpen máshoz nem is nagyon tudunk nyúlni. A természetvédelem pedig, hát gondolkodtunk, hogy mi az, amit kéne képviselni, tehát nem adhok jelleggel találtuk ki, hogy na jó, legyen valami, mert hogy mégiscsak nem lehet csak úgy táncolni, hanem amikor az ember nap mint nap föllép a különböző oldalakra az interneten, és csak azzal szembesülök, hogy ez is egy cikk, az is egy cikk, ott is egy cikk, mindenki megoszt mindent, és mégis otthon ülünk és várunk a csodára. Ezek után gondoltam arra, hogy hát ebből talán lehetne valamit csinálni, és ráadásul nem csak kitalálva van, hanem hasznos is lehet. És ezért forrott aztán ki bennünk négyünkben, hogy ez egy jó irány, és utána találkoztunk, hogy vajon mit lehetne csinálni, hiszen ahogy elhangzott, a tánc az, amihez értünk, és éppen ezért a kultúra, hiszen nem csak a tánc, mint művészeti tevékenység kiemelkedő Magyarországon, tehát ezek után bármit be lehetne vonni, úgy gondolom, és ezzel tudnánk a természetvédelmet a legjobban reklámozni, és mivel a néptánc az egy erős mozgalom Magyarországon, ezért még az sincs kizárva, hogy ennek még folytatása is lehet. Tehát ahogy kapcsolódtak a 60 000 fa egyesülethez többen,
az a cél, abban bíztok, hogy hozzátok is környezetvédelem tekintetében csatlakoznak további táncegyüttesek. Még erre is van ötlet, de legyünk túl először február 14-én. Rengeteg közös dolog van, hogy mondjam el, a kultúra meg a természetvédelem között, hiszen mindkettő érték, és az értékvédelem azt gondolom, hogy ugyanaz. Itt a cél ugyanaz, megőrizni és védeni, és átadni. Ráadásul ezt a attitűdöt nyilván, és akkor itt beszélhetünk a utánpótlásról és a gyermekekről. Bence is nagyon sok fiatallal foglalkozik. Mi is, amikor kimegyünk és ültetünk, rengeteg fiatal csatlakozik, sőt, idős is. Tehát ez a hagyományőrzés, a természetvédelme, a kulturális értékek védelme, ezek egytől fakadnak. Állandóan ilyeneket mondok, de tényleg így van. Ugye most nagyon kongatják a vészharangot mindenfelől, tényleg nagyon felkapott dolog lett a környezetvédelem, és tényleg civilek is, meg központi szinten is szervezetek alakulnak azért, hogy tegyünk a klímavédelemért. Nem vagyunk elkésve vele? Mondjam? Igen. Mondjam. Hogy... Bizonyos dolgokban totál elkéstünk. Tehát nem, mintha nagyon hirtelen tört volna ránk ez a klímaváltozás, már a Római Klub jelentése azt hiszem a 70-es évekből származik, már akkor lehetett ezt tudni, azóta nem sok minden történt. Mondjuk egy ilyen nagy rendszer, amit világgazdaságnak nevezünk, mert az gyalulta le a természetet, az azért lassan mozdul. Ezt be kell gyorsítani, ehhez kellenek a civilek. Van mitől megijedni egyébként, de hogyha az ember csak otthon reszket és nem tesz semmit, akkor ezt mondtam a máskor is, hogyha én mint egyszer déd nagyapa ott leszek egy fotón, és rám nézett dédunokám, hogy ez az az ember, aki nem csinált semmit. Én nem ez akarok lenni, mert ezt szerintem egyre többen akarnak nem ezek az emberek lenni, hanem akik legalább valamit megpróbáltak. Van talán még sanszunk is, de ahhoz nagyon keményen kell tolni az ipart e tekintetben. Mi az, ami még menthető? Az jutott eszembe, hogy az 50-es, 60-as években ugyanúgy kellett egy társadalmi, össztársadalmi igényt kifejezni, és a civil mozgalmak voltak azok, akik a környezetvédelem kapcsán, vagy érzékelve azt, hogy élelmiszerhiány, olajválság, és lehetne sorolni azokat a globális problémákat, amik akkor így felmerültek, nem is az éghajlatváltozás elsősorban, bár az éghajlatváltozás is több évtizedes, nagyon komoly kutatási múltra tekint vissza, tehát most geográfusként tudom ezt mondani, hogy a tudomány nagyon régóta kongatja azért azt a végszarangot, de kell hozzá a társadalom is, és nem mondom, hogy hál' Istennek, mert nyilván ez baj, de most már az egyéni problémák, közösségi és társadalmi problémákká növik ki magukat, ez nem csak természetvédelmi problematika, hanem társadalmi és gazdasági probléma. Nyilván egy csomó értéket meg tudunk őrizni. Nagyon sokat elvesztettünk természetesen, a jégtakarók olvadnak, a tengerszintje emelkedik, a biodiverzitás vészesen csökken, és rengeteg faj halt ki az elmúlt időszakban, de azért van még mit védenünk, tehát látjuk, és aktuál probléma, akár az ausztráliai ozontüzeket emlegetve, látjuk most már azokat a fotókat is, ahol csíráznak ki újra, és hajtanak ki a leégett erdő közepén a új hajtások, tehát mind tudja regenerálni magát a természet, de nélkülünk nem, azt tudom mondani, tehát most már az embernek, ez az emberiségnek, a társadalomnak fel kell tudni ismernie, és ezt itt helyben tudjuk csinálni, és mindenki helyben csinálja, akkor ezzel egy globális folyamatot fog tudni, talán negatív folyamatot visszafordítani. A mindennapi életben mit lehet tenni a környezetvédelemért egy egyszerű embernek? Például Bence, te mit teszel? Most Isten igazából itt a legnagyobb problémám nekem például az, hogyha ebből megpróbálok kitekinteni. Alapvetően nem tanultam meg azt, hogy hogyan kell bánjak a természettel. Tehát, hogyha visszakanyarodunk az urbanizáció előtti időszakra, az önfenntartó társadalomra, akkor tulajdonképpen olyan szemetet termelt a társadalom, amit föl is használt valamire. És nem kihajította és elvitte a szemetet a szemetes, hanem hátul szépen megvolt mindennek a helye, és később föl tudta használni, amikor eljött az idő.
Hát ezt nem tanultam meg, és ezt, ahogy én nekem is például szelektíven kell, hogy gyűjtsem a hulladékot, teszem azt, ez csak egy nagyon kis példa szerintem, ezt is meg kell tanuljam, és éppen úgy majd a fiúk segítenek ebben, hogy mi az, amit még közösen otthon, egyedül, a magánszférában, vagy a család, mi az, amit meg tud tenni ennek érdekében. Vannak-e további közös terveitek? Szerintem vannak, hát nyilván lesz. Ez a válasz, igen. És lesz. Azért néztünk egymásra, mert még egyelőre a pénteket beszélgetjük, és ezt megvárjuk, de egyértelmű, tehát ez annyira pozitív. És azt várjuk tényleg ettől, hogy kinőnek a földből, kimondom már, csak most már tudatosan már nem kerülöm ezeket a analógiákat, de hogy olyan egyesületek, olyan emberek, olyan tényleg emberek és fiatalok akár más településről, akik tudnak csatlakozni. És remélem jövőre, amikor egy hasonló eseményre kerül sor, akkor már többen tudunk konkrétan olyan civilekről, olyan barátokról említést tenni, akik ezen úton járnak, mint mi. Egy utolsó kérdés, aki szeretne csatlakozni, az hol teheti meg, hol talál meg titeket? Hát, hogyha ez nem számít reklámnak, akkor a Facebookon, 60 ezer fa Békés Csabán csoport, nyilvános csoport, sok egyéb ilyen fás csoporttól eltérően nem kell mindenféle ilyen vaxnikot ott elkövetni, simán lehet csatlakozni hozzánk. Gyertek oda! Összes esemény ott található, meg azon belül van egy szűkebb kör, ahol konkrétan az akcióinkról adunk információkat, mikor, mire kerül sor. Most azért rövidesen kezdődik a melós tavasz, ami nem is meló, hanem nagy vidámság szokott azért lenni ezek az események. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük szépen. Ez volt a Csabai Forgatag. Ha szeretnék megtekinteni további műsorainkat, azt a behír.hu oldalon tehetik meg. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!